Sziasztok! A sok FPV-s és DJI Mavic Mini-s videó mellett itt az ideje valami mást mutatni, és ez nem más lesz, mint a Hubsan Zino Pro. Egy ideje már megjelent ez a gép, kicsit továbbfejlesztették a sima Zino-t, viszont nemrég jelent meg ez, de már is van Zino 2. És ennek okán érdemes tisztáznunk azért pár dolgot, viszont még így a videó elején egy kis játékra hívnám fel ismét a figyelmeteket. Most ismét drónhanger is bögrét lehet nyerni, legyen mondjuk 2 darab bögre, és hát a kérdés az mondjuk legyen az, hogy ne is legyen kérdés, inkább csak írjátok be, hogy melyik Zino tetszik nektek, a sima, a pro, vagy a nem régében megjelent 2-es. Ahogy ígértem, most a Zino Pro-val fogunk foglalkozni. Amiben másabb ez, mint a sima Zino, az pedig az, hogy egy az, hogy ahogy a dobozon is látszik, fekete színe van. A másik pedig leginkább az, hogy kicsit távolabbra fog repülni, mert hogy a legelső Zino az még Wi-Fi-s kommunikációt használ. Ő viszont már egy saját fejlesztésű, egy úgynevezett LEAS 1.0-át. Ez olyasmi lehet, mint ugye a DJI-nál az Oculus Sync, hogy egy saját kis kapcsolati rendszer. A Zino 2-ben például ennek már a 2.0-as verziója van, ott például már 8 km-es hatótávot ígérnek. Maga a gép, a sima Zino és a Zino Pro is, például mind a kettő az Ambarella chipből a 12-eset használja, csak ő például már 12S, tehát egy picivel gyorsabb lesz a képfeldolgozó processzora, ugyanannyit repülnek, ugyanazok az akkumulátorok vannak, csak ugye messzebbre fog repülni. Hogy a levegőben majd ez mit jelent, azt majd nem sokára ki fogjuk nektek deríteni tavasszal, hogy mennyire lesz stabil a levegőben, illetve hogy ez az új kapcsolati rendszer hogy fog majd működni. Kicsit előjáróban beszéljünk a Hubsan Zino 2-ről, mert sokan kérdeztétek, hogy érdemes-e megvenni, viszont nem mert még beleugrani senki ennek. Az az oka, hogy láthattuk, hogy azért a Zino 1, az legelső verzió, szoftverek és a gép is, hát ott azért még voltak apróbb hiányosságok, ugye. Szépen így kóvájgott a levegőben, magasságot is nem igazán tartott, tehát valószínűleg, hogy a Zino 2 esetén is még azért vannak, hát úgymond gyerekbetegségek, mert hát első generációs gép. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ott még érdemes várni, pláne, hogy a Zino Pro és a Zino 2 között egy ilyen 130 eurós különbség van. Még a Zino Pro jelen pillanatban ebben a csomagban, hogy jár mellé egy táska, három akkumulátor, mindig ilyen $400 környékén mozog, most például lentebb is van. A leírásban benne lesz a pontos link, ahova tudtok kattintani, és ott mindig a legaktuálisabb árakat fogjátok látni. Sőt, ugye kuponok is vannak, ez ügyben pedig keressetek meg minket bátran. Viszont nézzük meg most, hogy mit rejt maga a doboz. Amíg kibontom, addig szeretném megköszönni Gergőnek, hogy kölcsön adta nekünk ezt a kis gépet, hogy meg tudjuk nektek mutatni. Hát ez is egy ilyen úgynevezett Flymore combo set, tehát ugye egy komplett kis táskába van benne. Ő még mellékelt nekünk ND-szűrőket, mert hogy ő már ezt is vett, de ez alapból nem jár a csomagba. Itt kapunk pótlapátokat, csavarhúzót, kicsi csavarokat, itt használati utasítást, és a doboz az igazándiból ennyit is rejt. És hát ebbe a gyönyörű kis szütyőbe van benne maga a gép. Egy picivel nagyobb, mint nekem mondjuk a Mavic Pro-é, ugye a régebbé. Itt van maga ugye a fekete gépünk. És alul itt szépen benne töltők, akkumulátorok és hát ugye maga a távirányító. Kapunk, megpróbálom nektek szépen kibújtatni, mindenféle kábeleket. Itt például gondolt a gyártó az USB-C-vel ellátott telefonokra, gondolt rám nagy Apple falra, és van még ugye a micro USB is a távirányítóhoz. Ezen kívül természetesen kapunk még egy csomó micro USB-t, és magát a töltőt is megkapjuk. Itt ugye töltőhub nincsen, van benne egy autós töltő,
ezt így szépen összedugjuk, és így tudjuk tölteni. Hát a töltő az egy kicsit ilyen egyszerűen játék hatásúnak néz ki, simán csak ide a balanszer csatit kell bedugni, és úgy fogja tölteni az akkumulátorokat, nincsen töltőhub, természetesen a neten van, a leírásban majd teszek be nektek ilyen kis töltőt, ami egyszer akár több akkumulátort is fog majd tudni tölteni. Na de, hát közben nézzük meg a gépet. Ugyanaz a forma, hogy említettem, ugyanaz a dizájn semmiben nem különbözik, csak tényleg az, hogy ilyen fekete szín teljesen. Van nekünk itt egy kis kameravédőnk, és itt van alatta a kis kamera. Hát ez a kamera szenzorügyileg például még mindig nincs ott, mint a 3 éves Mavic Pro. Abban ugye 1/2 harmados szenzor van, ebbe csak 1/3 szenzor van. Itt az oldalán találhatjátok a memóriakártya foglalatot, illetve a kis micro USB-t, hogyha esetleg ugye frissíteni kellett. Az akkumulátort pedig innen nemes egyszerűsége hátulról kell kihúzni. Ezen önmagában ilyen kis LED nincsen, hogy meddig van feltöltve maga az akkumulátor. Szépen lerakom ide. Hát ugye egy 3000 mAh akkumulátor van a drónba. Ezzel körülbelül egy ilyen 23 perces repülési időt ígérnek. Már ez is egy kis extra, egy kis stick védő, mint ugye, amit én is használok a Mavic Pro-nál. Ez egy nagyon jó dolog, hogy amikor belerakjuk a táskába, ne tudjuk elnyomni. Itt vannak az antennák. Fontos megemlíteni mindig az antennákat, hogy nem így. Tehát nem hegyével, nem kés, nem kard, nem így kell állniuk, hanem ezeknek mindig így a gép felé lapjával. Tehát ha csak fölfelé emelkedünk, mert egy olyan helyen vagyunk, akkor ugye így kell állnia. Ha előre megyünk, akkor pedig ugye így, mert így szórnak mindig, így lesz a legjobb vételünk. Hát a távirányító is semmiben sem változott, ugyanúgy 3 gombot találunk rajta, van egy Return to Home gomb, egy bekapcsoló, illetve egy automatikus fel és automatikus leszálló gomb, illetve van rajta egy sportmódunk, mert hogy ő ilyet is tud. A telefont még mindig ide alulra kell így behelyezni ebbe a kihúzós részbe. Amint láthatjátok, ekkora a legnagyobb távolság, amire ki lehet húzni, tehát egy iPad-et vagy hasonló méretű tabletet nem lehet beletenni. Kapcsoljuk be és nézzük meg, hogy változott-e valamit az applikáció. A távirányítót simán és hosszú nyomással be kell kapcsolni. Hát itt még mindig megmaradt ez a kábel elvezetés, hogy itt így pont így valahogy így zavarja a kezünket. Ugye a sima Zinóval, amikor repültünk, ugye itt könnyen el lehetett úgymond mozdítani, és megszakadt a kapcsolat. A gépet is hosszú nyomással kell bekapcsolni addig, amíg nem kezd így el nekünk zenélni. Ez a csipogás, ugye ez FPV pilótáknak egy kicsit ismerős lehet. Na de, nézzük is, hogy az applikáció esetleg változott-e valamit. Azt mondja, hogy hupszan. Elindítjuk, és már itt jön is nekünk ugye. Na, meg is van. Hát láthatjuk, hogy azért a kábel az itt is egy kicsit pont olyan helyen van, hogy hozzáérünk. Na, hát ugye az applikáció túl sok mindent nem változott. Egyből írja is nekünk ugye, hogy kevés GPS-ünk van, mert házon belül van, ez majd egy kicsit összeszedi ugye magát. Fölül ugye mutatja, hogy jelen pillanatban ugye addig nem lehet elindítani a lapátokat, mellette mutatja, hogy mind az irányítás, mind a élőkép tökéletes. Hát jelen pillanatban ugye 0 darab műholdunk van, akkumulátorunk 12,4 volt 100%-os. Itt ugye hiába kattintunk rá, nincsenek ilyen részletek, hogy hány fokos, stb. Alul van egy kis térképünk, ami ugye most nekem érdekes mód, repülőüzemmódban vagyok, de tudja, de valahonnan betöltötte a térképet, úgyhogy valószínűleg az applikációban van egy kis térkép. Hát kattintunk, ugye ezzel a furcsa csíkkal úgymond egy ilyen kis szélerősséget és terhelhetőséget lehet majd nézni odafent a levegőben, hogy hogy küzd a gép. Ezt ugye a jobb sarokban lévő kis
karikával kattingatunk, akkor lehet változtatni. Bal oldalt ugye fölötte az a kis nyilacska, az az automatikus felszállás, fölötte pedig hát itt vannak ugye az úgynevezett okos funkciók, ugye normál mód, a hyperlapse, az útvonalreplés, a körözés, a követés, mert hogy ugye olyat is tud, és hát még van itt panorámafotó, ezeket majd odakint meg fogjuk tudni nézni. Pár érdekesség így, hogy panorámafotó, például a Xiaomi Fini X8 hamarabb jelent meg, mint ő, és a mai napig inaktív a szoftverében ez a rész, pedig benne van, és mai napig nem fejezték be. Úgyhogy egy drón vásárlás esetén nem csak mindig az árat kell nézni, hanem azt is, hogy mennyire törődnek a géppel, hogy mennyi hozzá a támogatás, és úgy néz ki, hogy az Zinoweb egy kicsivel jobb. Hát itt vannak különféle beállítások, ugye, hogy mi legyen a minimális repülési magasság, itt magának a drónnak a sebességét is testre lehet szabni, a waypoint beállításoknál is, hogy hány darabot adhatunk meg, milyen távolságra lehetnek egymástól, mekkora legyen a maximális út, ezekre majd odakint a repülés esetén visszatérünk, hogy mik vannak. Itt ugye mutatja jelen pillanatban a kontrollernek, a gépnek, az applikációnak a frissítését. Ez most minket ugye annyira nem érdekel, és hát a távirányítónál is ugyanúgy vannak beállítások, a kameránál is lehet, hogy a gimbalt mennyire szépen, mennyire finoman bólintsa. Itt a térképet, hogy letöltse előre, lehet a kamerát még különböző módon ugye beállítani, kalibrálni a horizontot, kompaszt kalibrálni, ugye az iránytűt, ezt majd odakint ugye mindenféleképpen el kell végezni. Viszont idebent nézzük meg, hogy ő mire képes például videóügyileg. Aha, azt mondja, hogy elsőnek váltsuk át videómódra, át is váltottuk. Tud 4K-t is, és méghozzá 30 és 60 FPS-sel is képes 4K-t fölvenni. Videó, színvilágügyileg van benne napos, felhős és automatikus, és videó felbontásban pedig csak MP4 van benne. Szerintem ez tökéletes hobbi célra, izót, expót, szaturációt, kontrasztot, mindent lehet állítani manuálisan. Be tudjuk kapcsolni ezt a kis négyzetrácsos hálót, hogy szépen tudjuk pozícionálni magát ugye a tájat, hogy biztos, hogy vízszintes legyen, úgyhogy tényleg teljesen jó testre lehet szabni. Nézzük meg még, hogy fotóban mit enged nekünk. Fotóban is ugyanezeket a beállításokat engedi. Viszont, ha jól látom, nincs több lehetőségünk, tehát hogy hosszú záridő és hasonló, de lehet, hogy azért is, mert nincs benne memóriakártya, de valószínűleg, hogy ő csak ugye alapból ennyit tud. Igen, visszaváltottunk fotómódra. Igen, hát ennyit tud, illetve hát még ezt a 360 fokos panoráma fotót, ami végül is már egy teljesen jó. Úgyhogy a Pro az így néz ki. Nézzük meg, hogy szépen dolgozik a gimbal. Hát idebent nagyon jól néz ki. Meglátjuk majd, hogy odakint repülés közben mit produkál, mind a gép, illetve mind maga a kamera. Úgyhogy a következő videóban megnézzük majd az alapfunkciókat, ezeket az okos funkciókat, egy kis távolságtesztet is nézni fogunk majd természetesen. Úgyhogy érdemes lesz mindenféleképpen velünk tartani. És én azt mondom, hogy egyelőre maradjatok a Pro verziónál. Én az Inno 2-t még így elsőre nem javaslom. Várjunk vele még egy kicsit, hogy kicsit kiforjon a technika. Ő benne már azért egy kicsit kiforrottabb szoftver van. Úgyhogy ezt bátran merem ajánlani. Ahogy említettem, szépen kikapcsolom ezt is. Ahogy említettem, ugye a leírásban megtaláljátok mind a gépet, akkumulátorokat, táskát, illetve egyéb kiegészítőknek majd rakok be linket. Illetve ha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan írjatok vagy a videó alá, vagy Facebookon keressetek meg bennünket, és ne felejtsetek el a videó elején feltett kis játékra jelentkezni. Viszont aki jelentkezik, az viszont nézzem vissza később, mert hogyha nyer, akkor itt a videó alatt kommentbe fogok neki válaszolni, hogy ő nyert. Úgyhogy köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót is.
Nézzétek meg a többit, ha esetleg nem láttátok volna, és egy hét múlva jövünk a következővel. Sziasztok!